Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Erős a gyulai márka. 4 gyulai cégnek adták át a Magyar Brands díjat. További attrakciók kellenek. Újabb vendégkört céloz a város középtávú turisztikai stratégiája. Elismerték a munkájukat. Átadták az idei Báró Gersely Vilmos díjat, illetve nagy díjat. Bővülhet az intézmény. Egy hosszabb távú programállomásához érkeztek a németvárosi óvodában. 2 célt szolgált a bevétel. Adventi vásárt rendeztek a Bajcsi Zsilinszky úti óvodában. 4 gyulai cégnek adták át szerda délelőtt a Magyar Brands díjat. Elhangzott, a gyulai brand erős, ezt pedig ezek az elismerések is mutatják. Ez a nap híre. A magyar márkákat minél elismertebbé és minél vonzóbbá tegye. Legyenek minél elismertebbek a magyar márkák. Ez a legfontosabb célja a Magyar Brands díjaknak, melyeket a legjobb hazai cégek érdemelhetnek ki. Idén Gyulán 4 ilyen is akadt, közülük 3 vett részt a szerda délelőtti városházi ünnepségen. A Dürer nyomda több mint 80 éve áll a lábán, ami ebben az ágazatban önmagában is sikernek számít, 6 éve pedig folyamatosan kiérdemli ezt az elismerést. Ez azt kellett, hogy a folyamatos tulajdonosi változások állandóan elkötelezettek legyenek a cég fejlesztése iránt. Kellett egy nagyon komoly és világszínvonalú technológiai berendezés, valamint azok a kollégák, azok a munkatársak, akik folyamatos elhivatottsággal napi szinten küzdöttek azért, hogy szebbnél szebb dolgokat állítsunk elő. Eredményes és sikeres év áll a Gyula Hús Kft. Mögött. Elég csak a brüsszeli nemzetközi elismerésre gondolni. Ebbe a sorba illeszkedik a Magyar Brands díj. A Magyar Brands szervezői által az idei évben megrendelt a GFK kutatás pedig rámutatott számunkra arra, hogy a fogyasztók szívesen vásárolják a gyulai termékeket. Az általunk gyártott termékeket igenis ízletesnek tartják, és nem csak ők vásárolják, hanem szívesen ajánlják, és bizalommal ajánlják ismerőseiknek, barátaiknak is. A többiekhez hasonlóan nem először került ebbe a körbe a gyulai várfürdő sem. Az ő itteni jelenlétük azért is értékes, mert mint a cég vezetője elmondta, különösen erős versenyben kell helytállniuk. Minden nap, minden egyes vendégért meg kell küzdeni, és hisszük és valljuk azt, hogy ez csak akkor fog működni, és csak úgy fenntartható a mindennapok során, hogyha a vendégek minden egyes nap minőséggel, ugyanazzal a minőséggel, vagy egy fokozatosan javuló minőséggel, minőségi szolgáltatásokkal, minőségi kiszolgálással találkoznak. Görgényi Ernő polgármester a gyulai márka jelentőségét hangsúlyozta, és kitért arra is, hogy a 3 díjazott közül 2 önkormányzati tulajdonban van. Így ezek működése bizonyítja, hogy a piacon ebből a szektorból is lehet komoly sikereket elérni. A gyulai brand erős, és hogy a gyulai cégek geopolitikai helyzetünknél fogva sokkal nehezebb körülmények között, mint mondjuk Észak-Dunántúli gazdasági társaságok is megállják a helyüket, és országos szakmai és gazdasági elismerésekre is méltóvá válnak. A 4. cég, a Gyulai Pálinka Manufaktúra képviselője egy másik időpontban és helyszínen veszi át az elismerést. A város középtávú turisztikai fejlesztési elképzelései között szerepel további attrakciók megvalósítása. A 3 témában emellett a szakemberek arról is beszéltek, hogy milyen módon lehet új vendégkört a városba csalogatni. Elkészült a Gyula idegenforgalmi életét meghatározó turisztikai fejlesztési stratégia, amely a legfontosabb előrelépési lehetőségeket fogalmazza meg ezen a területen. Gyulának a fürdő és a rendezvények a legfontosabb vonzerője, de emellett még számos értéke van, amit komplexen kell kezelni. Többek között ezt is tartalmazza a stratégia. Ezzel lehet elérni azt, hogy minden korosztály és érdeklődési körű vendég megtalálja a számára vonzó lehetőséget a városban. Ez egy kulturális, nagyon komoly vonzerővel és lehetőségekkel rendelkező hely, és a fürdőváros egy nemzetközi gyógyhely, tehát ahol nem kérdés így van, hogy mi a zászlós hajó termék, hogyha mi ugye csak a turizmus területére gondolunk. És ezt a kettőt rendkívül jól össze lehet egyébként fésülni. Gyula meghatározó turisztikai vonzereje a vár mellett a várfürdő, mely az akvapalota megvalósításával már egész évben tudja biztosítani a vendégek kikapcsolódását. Azonban nem lehet hátradőlni, mert további fejlődésre van szüksége a jövőben.
továbbra is az egészségturizmus fejlesztése áll az első helyen, hiszen ez az a hívó fogalom, ez az a magterület, amelyen a fürdő és a város további fejlődését el lehet képzelni, és ehhez föl lehet fűzni a további olyan fejlesztéseket, az olyan részterületeket, amelyek kiválóan egészítik ki ezt, akár már program szinten, vagy attrakció szinten a fürdőben és a városban. Így az élményfürdőzés, a nyári strand, a sauna kultúra, stb. Ez mind-mind szépen, és a sport, az új vízisport központ tervével. A középtávú stratégia tartalmazza még azokat a terveket, melynek segítségével Gyulán további olyan vendégkör jelenhet meg, amely eddig nem volt jellemző a település turisztikai célcsoportjában. Átadták a 2015. évi Báró Gálsai Vilmos díjat, illetve nagy díjat. Az elismeréseket Kisrigó László szegedcsanádi megyés püspöktől és Kozma Gábortól, a Gál Ferenc főiskola rektorától vehették át a kitüntetettek. A magyar köznevelésért végzett évtizedes munkájáért Báró Gálsai Vilmos díjjal ismerték el Német Emma szociális testvérszerzetest, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának gazdasági főtanácsadóját, valamint Farkas István piarista szerzetest. A Báró Gálsai Vilmos díjra olyan pedagógusok vagy gazdasági szakemberek jelölhetőek, akik kiváló szakmai teljesítményükkel, a köznevelés szolgálatában kinyilvánított elkötelezettségükkel már eddig is kivívták munkatársaik az általuk szolgált köznevelési intézmények közösségeinek elismerését. A kitüntetettek az oklevél, illetve Kovács Jenő szobrászművész plakettje kis plasztikája mellett pénzjutalomban részesültek. Ez a mai ünnepségünk nem karitatív ünnepség, nem is szoros értelemben besorolható máshová, hanem olyan embereket ünnepelünk, akik fiatalkoruk ellenére, nem most, hanem már hosszú évek óta csiholnak magukból olyan szikrákat, amely szikrák, hogy a advent bibliai szóhasználatánál maradjak, a pislákoló közösségek, értékek lángját lángra lobbantották, és lángra lobbantják, és magas lángon tartják. A díjátadón Baracsai Judit művésznő opera előadását hallgathatták a megjelentek. Egy hosszabb távú program fontos állomásához érkeztek a németvárosi óvodában. Az intézménnyel szomszédos cselken később udvar, játszótér vagy tornaterem is épülhet. Ez már betonból készült tégla, de piros a jellege megmaradt, a rakás jellege megmaradt. A ma is élő németvárosi hagyományokat tükrözi az új kerítés, mely az óvodával szomszédos cselket határolja. A kivitelező cég vezetője Vince Zoltán azt mondta, ezek a téglák ugyan betonból készültek, mégis az egykori, módosabb házak kerítéseire emlékeztetnek. A kedd délutáni sajtótájékoztatón Pálovicsné Cene Ágot, a tagintézmény vezető beszélt az óvoda bővítésének fontosságáról. Az öt csoport létszámához mérve ugyan elég játék van az udvaron, de a hely már szűkös, így az óvoda vezetése már régóta szerette volna elérni, hogy nagyobb területen játszhassanak a kicsik. Ki járt már itt a reggeli időszakokban, vagy esetleg a délutáni időszakokban, amikor a gyerekeket hozzák, vagy viszik, akkor tudja, hogy milyen nehéz helyzetben van az óvoda, éppen a beépítettsége miatt. Megyeri Sándor mérnöki osztályvezető szavaiból az derült ki, hogy eredetileg még az is felmerült, a telken parkolókat alakítsanak ki, de ezt a lehetőséget később elvetették, a kerítés megépítésével egy időben viszont a parkolási lehetőségeket is bővítették, csak éppen az utcán. A beruházásra Mittág Mónika körzeti képviselői keretéből 2,5 millió forintot különített el, hogy megalapozzák a következő időszak fejlesztéseit. Ahhoz, hogy tovább tudjon fejlődni az udvar, és hogy itt megvalósulhasson majd a gyerekek számára játékeszköz, focipálya és egy csomó minden, amit terveztünk erre az udvarra, az első lépés az volt, hogy egy kerítés elkészülhessen. És továbbiakban az, hogy az öt csoportos óvodába érkező szülők reggel le tudjanak kényelmesen parkolni, ahhoz pedig itt az óvod előtt, vagy az új terek előtt egy parkót alakítottunk ki. A tervezett fejlesztésekhez leginkább pályázati források
házat szeretnének igénybe venni, de az önkormányzati szerepvállalás sem látszik elképzelhetetlennek. Adventi vásárral készültek a napokban a Bajcsy Zsilinszky úti óvodában. A bevétel idén nem egy, hanem két célt szolgál. Piros eső, friszi póvár, szívesen kínálják. A karácsonyi készülődésről szólt a Bajcsy Zsilinszky úti óvodások műsora. Hétfő délután a gyerekek és a szülők, nagyszülők adventi vásárra készültek. Az óvó és Dajka nénik, valamint a kicsik által közösen készített portékák eladásából befolyó bevételnek lesz helye, hiszen a már megszokott cél mellett most egy újabbra is gyűjtenek. Az óvoda a karácsonyi ajándékokat szeretné megvásárolni, illetve most a felújítással kapcsolatosan, hiszen nagy örömünkre szolgált, hogy az óvodát felújítják. Én most egy kicsit tartalékolnék még majd az átadásra ebből az összegből, úgyhogy ezt a szülőkkel is közöltem, és úgy gondolom, hogy jó célra használják majd a gyermekek ezt a innen befolyt összeget. Az adventi vásár jó alkalmat teremtett arra, hogy átadják az új óvodai bútort, melynek forrását a szülők munkája mellett Kis Tamásné körzeti képviselői keretéből biztosították. A bútorlapok elkészítéséhez járult. Adtam hozzá a képviselői keretemből 250 000 forintot tudtunk ebben az évben biztosítani. Illetve nemrég készült el itt egy kicsit, amit még kértek támogatást tőlem, a homokozó. Ma tettek homokot, ez már itt az ősz folyamán itt volt, de még nem használták ki, illetve a parkolási lehetőséghez járultak hozzá, hogy ne sárba szálljanak ki a szülők. Tehát most ebben az évben az óvodának ennyit tudtunk nyújtani. A program a gyermekek műsora után a vásárral folytatódott. Utolsó szakaszába érkezett a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program, melynek záró eseményét Gyulán rendezték. Rövid hírek következnek. A 2007 és 13 között megvalósult román-magyar közös projekteket ismertették a gyulai záró rendezvényen, melyek a határon átnyúló együttműködési program keretében valósultak meg. Ezen időszak alatt 455 közös pályázathoz összesen 211 millió eurót, azaz több mint 63 milliárd forintot használtak fel. Ezekből a térségünket érintő legfontosabb projektek az árvízvédekezést, a környezetvédelmet, a turizmust és az egészségügyet érintették. Ennek keretében a gyulai és az aradi kórház között valósult meg egy nagyszabású együttműködési program. A projekt jóvoltából olyan fejlesztéseket is tető alá tudtak hozni, amely a két ország lakosainak biztonságát szolgálja. Ilyenek voltak a Csenger és Lázári között megvalósított katasztrófavédelmi beruházások. Ennek a magyar oldali forrása több mint 150 millió forintot tett ki. A program természetesen folytatódik ebben a ciklusban is, de az irányítás már a határ másik oldalán történik. A 211 milliós projektet a két tagország által biztosított 37 millió euró összegű nemzeti társfinanszírozás egészítette még ki. Ilyen volt régen kívülről, és ilyen most belül. Kedd délután az informális TDM ülés első napi rendi pontja a város új szállodája volt, pontosabban annak bejárása. Az étteremben még az utolsó simításokat végzik, de az épület többi része lényegében készen áll a vendégek fogadására. A nyitás tehát a szükséges engedélyek beszerzésétől függően valamikor karácsony környékére tervezik. Raport István azt mondta, maga is érzékeli a gyulaiak részéről a várakozást, sokakat fűznek kellemes emlékek a szállóhoz, és sokan szeretnék látni, élvezni a felújított épületet. A nagy érdeklődést magas színvonallal igyekeznek fogadni. A TDM ülésen a jövő évi szakmai koncepció és marketing terv mellett a szervezetfejlesztési pályázatról is tanácskoztak. Első alkalommal rendezték meg a Gyulai Termál FC jótékonysági báját, melyre szép számmal érkeztek a szülők, hozzátartozók, edzők. A rendezvény célja az utánpótlás csapatok ünneplése, elismerése mellett egy kötetlen esti beszélgetés, kikapcsolódás volt. Galbács Mihály elnök kiemelte, a gyulai utánpótlás mind a 11 csapatában sok tehetséges fiatal van,
akiket a környező klubok figyelemmel követnek. A klub három célt tűzött ki az utánpótlás nevelésben, melyet sikerült teljesíteniük. Az első a tömegesítés volt, hogy minél több gyulai gyerek menjen futballozni, a második a versenyrendszer megerősítése, a harmadik pedig egy olyan edzői stáb összeállítása, akik mind szakmailag, pedagógiailag, valamint a szülők elvárásainak megfelelőek. A szervezők remélik, hogy hagyomány lesz a rendezvényből, és jövőre hasonló környezetben tölthetnek egy kötetlen estét. Igazi ünnepi hangulatot teremtettek a gyerekek péntek délelőtt, a vásárcsarnok előtt. A tavalyi évhez hasonlóan idén is az óvodások díszei ékesítik az épület előtti karácsonyfát. A helyszín nem véletlen, hiszen az óvoda vezetése törekedett arra, hogy a fa megtekintése családi program legyen. A szervezők remélik, hogy hagyományt tudnak teremteni azzal, hogy minden évben az óvodások színes műsora mellett díszíthetik fel a piactéri karácsonyfát. Legismertebb elindítója Ferenczi Károly. Ferenczi Károly volt az egyik legismertebb alakja a 20. századi magyar festőművészetet meghatározó nagybányai iskolának. A Várszínház kamaratermében, ha nem is az első, de a második, harmadik, negyedik és az ötödik generáció képviselőinek a munkáit mutatták be. Az iskolára elsősorban a tájképfestészet jellemző, melyben fontos szerepe van a naturalizmusnak és a plener festészetnek. Ehhez kiváló helyszín az erdélyi táj és Nagybánya hegyekkel körülvett vidéke. Az itt látható képek azért is különlegesek, mert egy magángyűjtemény részét képezik. A tárlat december 18-áig látogatható a Várszínház igazgatósági épületében. A karácsony közelettével már meg lehet vásárolni a szobát díszítő fát. Családosok az igazit, a szépsége és az illata, az idősebbek pedig gyakran a műfenyőt preferálják, vagy beérik egy kisebb fával, esetleg ággal. Egyesek a műfenyőt, mások az igazit részesítik előnyben. Ma arra voltunk kíváncsiak, ön megvette már a karácsonyfáját? Termelőtől vettük, mi Medgyesegyházán lakunk, és van ott egy csemetekert, és mindig töves fenyőt vettünk. Úgyhogy a legidősebb 30 éves, sokkal magasabb, mint a házunk. Azt már megvettük, mert öregek vagyunk, és műfenyőt vettünk. Idén minden évben, vagy az még a régi akkor? Hát, még a régi. Ráért jövő héten megvenni, nem? Hát, attól függ, hogy milyen fa. Ha nem van, akkor legőzőt szoktam menni, töveset. Az a legjobb, azt kiütette a kertbe, aztán. Sima lucz fenyőt? Hát az, amit adnak, hát hogy sima, hogy nem ismerem a fákat, de hát azt a töveset szoktam venni mindig. Na, vagy három. Új jelzőlámpák segítik a közlekedést Békéscsabán a Gyulai úton. Lapszemle következik. Újabb jelzőlámpák a Gyulai úton. Jelzőlámpák segítik a közlekedést a Gyulai úton, a Gőzmalom tér és az Árpád sor kereszteződésénél, illetve a Gyulai út Derkovicsori átkelőnél, írta a behír.hu. Ezzel együtt a sávszűkítés is megszűnt a Gyulai út érintett szakaszán, így a belváros irányában már két forgalmi sávon haladhatnak a közlekedők. Sportsérülések miatt hívták a mentőket. A fiatalokat bokat, térd és kézsérülésekkel szállították be a megyei kórház baleseti sebészetére, írta a Gyulai Hírlap. Az elmúlt napokban elsősorban vérnyomás ingadozás, illetve szélütés gyanúja miatt riasztották a mentőket, és több időset végtagsérülés miatt kellett kórházba vinniük. 20 kiló liszt 8 orosházi családnak. A Magyarok Kenyere program keretében érkezett a segítség, írta az Orosz Café. Az akcióban az ország egész területéről gyűjtötték a búzát Orosházán is. A helyi gazdák több mint 3 tonna búzával járultak hozzá a program megvalósulásához. Jótékonysági vásár Nagyváradon. A jótékonysági vásár bevételét a Caritas Katolika házi beteggondozó programjában ellátott, nehéz körülmények között élő idős, beteg emberek megsegítésére ajánlották fel, írta a Magyar Kurír. Az advent többek közt a találkozásról szól. Ez a vásár is találkozás lehetőségét teremti meg egy helyet, ahol nincsenek társadalmi különbségek, és az emberek nyitott szívvel fordulnak egymáshoz, hangsúlyozta beszédében Böcskei László megyés püspök.
Csütörtöktől kissé csökkenő, de a december közepén jellemző átlagosnál kissé, így is magasabb hőmérséklet várható. Reggelenként ugyan gyenge fagyfoltok képződhetnek, de a fehér karácsony esélye minimális. Csütörtökön említést érdemlő mennyiségű csapadék továbbra sem esik. A megyében és a környéken napközben borongós, éjjel terjeszkedő ködös idő lesz. Reggel kissé élénk északnyugati, majd gyenge, változó irányú szél fúj. A hőmérséklet az éjszakai 2 fokról csak 4 fokig emelkedik. A folytatásban pénteken kissé csökkenő, de a december közepén jellemző átlagosnál még így is magasabb hőmérséklet várható, reggel fagyfoltokkal. 0 és 6 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk. Lássuk még egyszer mai híreinket. Erős a gyulai márka. 4 gyulai cégnek adták át a Magyar Brands díjat. További attrakciók kellenek. Újabb vendégkört céloz a város középtávú turisztikai stratégiája. Elismerték a munkájukat. Átadták az idei Báró Gersely Vilmos díjat, illetve nagy díjat. Bővülhet az intézmény. Egy hosszabb távú programállomásához érkeztek a németvárosi óvodában. 2 célt szolgált a bevétel. Adventi vásárt rendeztek a Bajcsi Zsilinszky úti óvodában. A Gyula TV híradóját látták, most a 3 téma következik. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!